Köszöntöm a Telena magazin nézőit, Varga Szintia vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Német nemzetiségi nap, a hagyományokat ápolják Tolnán. Szallagtűző bál, három osztályt búcsúztattak Tolnán. Csuka Ferenc DJ. 29. alkalommal rendezték meg a Tolnai Német Nemzetiségi Napot. Az eseményen Tolnaváros Németségéért díjat kapott barátné Kok Erika, pedagógus és a Tolnai Német Nemzetiségi Baráti Kör. A rendezvény célja idén is a hagyományok ápolása volt. Az eseményen műsorral készült a Gesztenyéskert óvoda és a Vosinski Mór általános iskola, továbbá két helyi énekkar is. Fülöp Mónika, Tolnaváros német nemzetiségi önkormányzatának elnöke elmondta, a rendezvény fő célja a hagyományok ápolása. És fő célkitűzésünk még az, hogy a német nyelv és a tolnai, illetve a mőzsi dialektus fennmaradjon. Ezért olyan műsorszámokkal igyekszünk bemutatni a városnak a nemzetiségi kultúráját, hogy bizonyítsuk azt, hogy igen, mi teszünk azért, hogy ez fennmaradjon. A Tolna Város Németségéért díjat 3 évvel ezelőtt alapította az Egyesület. Azok a személyek és civil szervezetek nevezhetnek, akik a német nemzetiségi hagyományok ápolásán dolgoznak. Az idén Bernátné Koch Erika is díjban részesült, amit pedagógiai munkájáért kapott. Többek között az én szüleim is egész az 1790-es évekig visszamenőleg csak német család, és főleg a mi generációnk meg az előző generációknak nagyon fontos volt, hogy a kultúrájukat megőrizzék, és ebből egy kis morzsát, szeletet próbáltam én is megmenteni, és az óvodába ezzel foglalkozni. Civil szervezetként a Tolnai Német Nemzetiségi Baráti Kör vette át az elismerést. Az Egyesület a tolnai és mözsi németségért sokat tett az elmúlt évtizedekben, mondta Leml Mária, kórusvezető. Ha visszatekintünk csak egy csöppet, ez a régió, ez végig sváb régió volt, német anyanyelvű, betelepített németség, csak mondjuk a háború vége közbeszólt, és sokat kitelepítettek. Nekünk is a családunknak a 3/4 részét elvitték annak idején, és úgy éreztük, hogy ezzel tudjuk igazából tartani velük a lélekbeni kapcsolatot, hogy mi itt megmaradtunk sváboknak, és a német nemzetiségi hagyományokat, a nyelvet, az éneket, ezeket ápoljuk és visszük tovább, és igyekszünk továbbadni a gyerekeinknek és unokáinknak is. Kulturális programok után a nap közös vacsorával zárult. A Német Nemzetiségi Önkormányzat a jövőben is tervezi az esemény megrendezését. Szallagtűző bált tartottak a tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban. A középiskolákban már hagyománnyá vált évvégi ünnepségen ezúttal 3 ballagó osztály mutatta be táncait. A diákok bécsi és angol keringővel készültek. És pipázom, jó híremre jól vigyázom. La 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 la. A szalagavató bálok hagyománya majdnem 200 éves múltra tekint vissza. A feljegyzések szerint az 1830-as években Selmecbányán rendezték az elsőt. Azokban az időkben még a hagyomány neve valétellás volt, ami a latin eredetű valéte szóból ered, jelentése éljetek boldogul. A szalag az iskolához tartozás, az identitás jelképe, melyet a végzős diákok szíve fölé az elvallás szimbolizálásaként tűznek fel. Az idén a szokásoknak megfelelően Tolnán a Szent István Katolikus Gimnáziumban is megtartották az eseményt. Pálinkás Gábor, az intézmény igazgatója, egy indián történeteiről szóló beszéddel köszöntötte a diákokat. Sánta Jössz bölcsességei közül választottam 3 gondolatot, melyek ideillenek a mai estéhez. A fiatal indián 16 évesen, a férfikor küszöbén, törzsi szokás szerint új nevet kapott egy álombeli látomás alapján.
4 napig étel-ital nélkül ült egy veremben, a préri közepén. Az időérzéke is elhagyta, és ebben a különös dimenzióban egyik őse, Sánta Őz képe jelent meg neki, róla kapta a nevét. Sokáig nem értette pontosan, mit jelent ez a név. Eleinte azt hitte, hogy az indián sors szimbóluma, a csapdába esett, sérült lábú őz. Látta, hogy próbál ebből a csapdából menekülni sok honfitársa, úgy, hogy megpróbál idomulni a fehérek világához. És a húsvér musztángot fém musztángra cseréli. Aztán ahogy öregedett, rájött, hogy a fehér ember is csapdában él, csak más dolgok miatt. Megértette, hogy maga az emberi élet sántít sokszor, mert az út tele van csapdával. A mai este is egyfajta beavatási szertartás. Ahogy Sánta Őz ott a veremben ülve kapott egy álombeli élet a további életéhez, úgy ti itt, a fényes teremben kaptuk a ruhátokra egy jelet, melynek üzenete van. Az igazgató a diákok gimnáziumban eltöltött hosszú éveiről beszélt, összefoglalva a nehézségeket és a jó pillanatokat is. A diákok a szalagok feltűzése után szüleikkel keringőztek. Herci Gábor tanítványai hatosztályos oktatásban tanultak a gimnáziumban. Az eltöltött évek alatt sok változáson mentek át a tanulók. Most itt, ahogy hallgattam itt a beszédeket az idő múlásáról, itt az jutott eszembe, hogy azért, amikor ők ide jöttek, ugye hatosztályos gimnáziumba jöttek, ők még nagyon picik voltak, ilyen 12-13 éves gyerekek, most meg már mindegyik majdnem elmúlott 18 éves komoly felnőtt hölgyek és férfiak lettek belőlük, de még azért egy érettségi vissza van, tehát azért még a célegyenesben most értünk. Én úgy gondolom, hogy pozitív lesz az érettségi nagyon, mert céltudatosan készülnek, és annyival megkönnyítették a helyzetüket, hogy nagyon sokaknak van már nyelvekből előrehozott érettségie, és most már a 12. évfolyamban arra koncentrálnak, ami őket érdeklik meg, amivel tovább szeretnének tanulni. Klem Zsolt, a 12. C osztály főnöke elmondta, a tanulásban voltak hiányosságok, de reméli, az érettségi mindenkinek jól fog sikerülni. Nyugodt osztály volt, elég lazán vették az évet, de az érettségi szó hallatán bizony összeszorul a gyomruk, azt már látom most. Egyre többször elhangzik ugye ez az érettségi szó, most itt a célegyenesben, és most bizony tisztán látszik, hogy a felkészülés nem csak az utolsó évre kellett volna szorítkozzon, most be kell hozni a lemaradást. A igazgató is mondta, sprintelni kell a végére. Nem mindenkire igaz ez, hát azért az osztály egyharmada céltudatosan, egyharmada túlélésre ment, általában a fiúk, ez ismerős, egyharmad pedig a bizonytalanság miatt, mert még nem tudta, hogy mi lesz a jövő. Most februárban már dönteni kell, hogy ki hová jelentkezik, és az érettségével kapcsolatban ez is egy komoly feladat most nekik. A táncpróvákat az osztályfőnök is végigkövette. A tánc egy páros tánc lesz, társas tánc lesz, egy keringőt fogunk látni, és bizony a keringőben a fiúnak kéne vezetni és áttenni az irányítást. Hát úgy látom az osztályomban azért inkább a lányok azok, akik ezen a területen jeleskednek, és a fiúk a nagy mellényüket kicsit le kell, hogy vessék hozzá. A diákok nagy erővel készültek a táncokra, mondta Kis Barbara. Bécsi keringőt fogunk táncolni, és a szeptember óta heti egyszer egy dupla órán próbálunk, illetve hál' Istennek az osztályfőnökünk, a tesi tanárunk, úgyhogy az utolsó két hétben a tesi órákon is próbálhattuk, kikérhettük a párjainkat órákról, úgyhogy hál' Istennek nagyon sokat tudtunk próbálni, összeállt szépen a tánc, elég pörgős lesz, sokat forgunk benne, meg minden, úgyhogy kellett a gyakorlás, de hála Istennek már nagyon jól megy. Hát én nagyon élveztem, én nagyon szeretek táncolni, néhány lépést azért úgy néztünk, hogy akkor ezt most hogy is kéne csinálni, de a tanár úr nagyon rendes, úgyhogy elmutogatta, ahányszor csak kértünk, meg lelassította nekünk, meg lassan mutatta, meg akkor újra próbáltuk, akkor megint megmutatta, úgyhogy hála Istennek a nehézséget is hamar át tudtuk ugrani. Halász Máté pozitívan gondol vissza
az itt eltöltött évekre. Én nagyon jól éltem meg ezt a 6 évet, mivel nekem nagyon jó tanáraim voltak, és sok osztálytársam viszont elment, de nagyon örültem neki, hogy így egy ilyen nagyon családias légkör maradt itt nálunk, és én nagyon meg vagyok elégedve itt a teljes tanítási rendszerrel, a tanáraimmal, és nagyon örültem neki, hogy itt végezhettem. Leginkább a családias légkörben eltöltött pillanatok voltak, leginkább a tanárokkal együtt töltött idő, a felkészülés, az érettségre is. Víg Vivien is pozitívan számolt be az elmúlt évekről. Jó élményeim vannak, az biztos. Rengeteg osztályprogramunk volt, rengeteg iskolai, akár versenyek, akár testneveléssel kapcsolatos programok. Úgy gondolom, hogy az iskolánknak nagyon színes körű a tehetséggondozása is, illetve a tanárok segítségével úgy gondolom, hogy elég jól fel fogunk tudni készülni az érettségi vizsgáinkra. A diákok jövő év május és júniusban tesznek érettségi vizsgát, amivel lezárják középiskolai tanulmányaikat. Most rövid reklám következik, utána folytatjuk a Telena magazint. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést is javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán, a Szedvesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehézpótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. A Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium a 2024-2025-ös tanévben is várja leendő diákjait. A továbbtanulás előtt állóknak 4 és 6 év folyamos képzést, emelt óraszámú angol vagy német nyelvoktatást kínálunk. Korszerű környezet, felkészült pedagógusok, családias légkör, remek közösség. Legyél te is részese! Ha vasáru, akkor Bajai és Fia Kft. Tolna. Finom, durva és horganyzott lemezek, zárt szelvények, idomacélok, köracélok, aratos és varrat nélküli csövek, bordás betonacélok, AD hálók széles választékban. A megvásárolt szálanyagokat a helyszínen méretre vágjuk. Vegye meg nálunk a hegesztéshez szükséges húzalókat, elektródákat. Kínálunk még alumínium létrákat széles választékban. Ha anyagmozgatása gondja, vegye meg nálunk talicskáját. Ne feledje, ha vasáru, akkor Bajai és Fia vasútvar Tolnán, a Volt Patex területén. Telefon 74 körzet 443-215. Folytatjuk is a Telena magazint. Csuka Ferenc, alias DJ Pike, élhal a zenéért és a technikáért. Lassan 50 éve diszkózik, és esze ágában sincs abba hagyni a szórakoztatást. A következő percekben az örök ifjú DJ mesél az életéről, a diszkózásról.
Én már ükszülőkre visszamenőleg tolnai származású vagyok, úgyhogy igazából a Szedresben van talán egy ága az ük szülői rokonságnak, de mindenki itt van Tolnán, apai anyajágon is, úgyhogy tényleg ilyen törzsgyökeres tolnainak vallhatom magam. A gimnáziumban ott ugye belekényszerültünk félig, meddig úgy éreztem legalábbis, hogy belekényszerültem a német nyelvtanulásba, és abszolút nem feküdt ez nekem. És amikor harmadik osztályban lehetett választani egy elektronikai irányítottságú gyakorlati foglalkozás és a német nyelv között, akkor nyilvánvaló, hogy a gyakorlati dolog felé tendálódtam, és hát ott kezdtünk el elektronikákat építeni, ismerkedni ezzel a dologgal, ami nagyon kezdetleges volt annak idején, még 74-ben. Úgyhogy az akkori osztályfőnökön Pozsuszti bácsi volt a gyakorlati tanár is, és annyira megszeretette velem ezt az egészet, hogy onnan kezdve nem volt kérdés, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. Ennek köszönhetően érettségi után éppen akkor indult Szekszárdon az legelső ilyen képzés, rádió, tévé, műszerész képzés, mert korábban Pécsre kellett leutazni, aki ilyenre adta a fejét. Akkor kezdődött itt Szekszárdon, és akkor egyértelmű volt, hogy oda jelentkeztem, felvételt nyertem, és aztán ugye gyakorlati helyre is kellett, mert akkor még szombaton is dolgoztunk, és ha jól emlékszem, akkor úgy volt, hogy 3 napot jártunk suliba, és 3 napot gyakorlati képzésre, ami a Gelka volt Szekszárdon értelemszerűen. Ott ismerkedtem meg a Kindli Gabival, ő ilyen ügyfélfogadós ember volt ott, és aztán hát ugye én már 72-ben az egyik osztálykirándulásra az egyik bogyisztói osztálytársam elhozta a kis szalagos magnóját, hogy hallgasson zenét is. Ez egy többnapos kirándulás volt, és akkor ott találkoztam ezzel először, mivel nem volt annyira tehetős a családom, hogy ilyennel fel lett volna szerelkezve saját zenelejátszóval. És akkor ez volt az első lépés, hogy ilyen kell nekem is. És aztán egyszer meglepetésszerűen talán még egy fél éven belül a szüleim megajándékoztak egy ilyennel, és akkor onnan kezdve elindult az őrület a zenegyűjtés mindenféle formában, akár szokorrádióról, mikrofonnal, hogy el lehet képzelni, ez milyen minőség volt. És a lényeg az, hogy a Gelkánál pont a Virág Ákoshoz kerültem, aki az akkori hifi technikának a javításával foglalkozott lemezjátszók, bakelit lemezjátszók, meg szalagos magnók, és akkor hát behordtam oda a saját már meglévő szalagjaimat felvételekkel, és ott hallgattam meg. Hát úgymond próbáltuk, teszteltük a javított készülékeket, de ezt hallotta meg a Kindli Gabi, és egy hétvégén kölcsön kérte tőlem a szalagjaimat, hogy átmásolna magának otthon pár zenét, és akkor úgy jött vissza a hétfőn, hogy milyen jó diszkót csinálta az én szalagjaimmal. Na és akkor innen kezdődött, hogy akkor miért ne csinálnánk együtt, és akkor jártuk ott, ugye ő kismórágyi származású, és akkor Bonyhád és Bátaszék közötti útvonalon vannak ezek a falvak, ott kezdtük el ezt az egész diszkózás témát. Akkoriban még ez messze nem volt üzlet, hanem inkább hobbi és ilyen hétvégi szórakozás, úgyhogy ja. Aztán hát szétváltak az útjaink, mert Gábor ebben jobban látta az üzleti részét, aztán hát ismerjük, hogy hova is nőtte ki magát. Én meg mindig inkább ilyen háttérembert játszottam, tehát én nem vágytam a Rivalda fénybe, hogy én legyek az első ember, hanem inkább a háttérben, engem inkább a műszaki része érdekelt mindig is, meg hát a zene szeretet, úgyhogy zenegyűjtés. Itt voltak különböző buktatói a szórakoztatóiparnak, és én azért tudtam talán ezeket túlélni és túllendülni rajta, mert sohasem csak ebből éltem meg. Tehát ez nekem nem egy megélhetési forma volt, hanem valóban egy olyan hobbi, amit úgy tudtam űzni, hogy közönséggel együtt. A füstgép, amikor bejött a piacra, de olyan irdatlan pénzbe kerültek, hogy főleg itt vidéken nem voltunk képesek megvenni, és akkor szintén ilyen házi tákolású, étolajat használó masinával működtünk, és az egész diszkónak olyan szaga volt, mint a Laci pecsenyének az légetett étolajtól. Úgyhogy hát igen, mindig ugye a szegény ember vízzel főz alapon, mi igyekeztünk házilagosan, amit csak lehetett megoldani. Annak idején valóban délután 3-4 órakor kezdődött a diszkó, és legkésőbb 10 órakor otthon voltunk. És a váltás az akkor történt meg, az én életemben legalábbis, azt hiszem az olyan 95-6 körül volt, amikor azért voltak már komoly éjszakai diszkók, ugye főleg volt a környékünkön, arra gondolok, hogy 91-ben nyílt Domboriban
az El Palácsó, ugye a Palának a fixre telepített diszkója, és de mondom, a váltás az ott történt, hogy itt Tolnán a művelődési házban délután 4-től este 8-ig tini diszkót tartottam, és akkor 10 órától, akkor éppen Fácánkertben vagy Faddon kezdődött az éjszakai diszkó. De 10 órakor már ott volt a nép. Érzem a kort, és nem is foglalkozom az évek számával. Ugye erre van egy jó mondás, hogy mindenki olyan idős, amennyinek érzi magát. És lehet, többen azt mondják, hogy valószínűleg annak köszönhető, hogy rengeteget mozgok fiatalok között. Tulajdonképpen a jelenlegi barátaim is, akikkel akár szakmailag, akár magánélet részéről vagyok kapcsolatban, több évtizeddel fiatalabbak nálam. Talán az is egy szerencsés része volt az életemnek, hogy amikor ezt az egészet elkezdtem, akkor tulajdonképpen már nős voltam, és a feleségem pedagógus lévén automatikusan bekerültem a tolnai iskolák életébe. Ugye iskolákban is azért léptennyomon szükség van a technikai emberre, szükség van a diszkósra, mert ugye vannak farsangi, karácsonyi, egyéb rendezvények, amikor akár csak hangosítás szintjén, vagy akár a gyerekeknek való zenélés feladatával ott kellett, hogy legyek. És mivel szerintem minden túlzás nélkül mondhatom, hogy valóban egy megbízható, precíz ember vagyok, magányos, farkas jellegű vonulat van ebben a tevékenységben, hogy én szeretek mindent egyedül megcsinálni, amit egyedül képes az ember. Úgyhogy én még a mai napig is egyedül viszem a holmimat, egyedül pakolom be az autóba, ki az autóból, a helyszínt egyedül építem fel, lehet az bármekkora rendezvény, mert azt vallom, hogy ha az ember elégedett akar lenni, akkor a saját munkájával lesz elégedett. Most bárki bármilyen jótékony szándékkal igyekszik segíteni, az sosem lesz olyan, mint az embernek a saját elképzelése, a saját elvégzett munkája. Úgyhogy ez talán egy ilyen mondhatni azt, hogy már egy ilyen vénfejű gondolkodás. Nagylányom, ő nem sokat tartózkodik itthon Tolnán, ennél fogva ugye a rendezvényeimről is csak elbeszélés folytán tud, bár az elmúlt 4-5 évben elég tevékenyen kiveszi a részét a lemezlovordás rendezvényekből. Egyetlen egy a Szilveszterova, például a feleségem eljön velem, mert ő hozzám hasonlóan nem annyira szereti a Rivalda fényt, úgyhogy inkább a háttérből segíti az ilyen tevékenységemet, de a Szilveszter ugye az egy olyan éjszaka, amikor ő is szeret velem lenni, és eddig még minden alkalommal elkísért. Egy nagyon kedves, közös ismerősünknek köszönhetően ugye a tényleg a kezdet-kezdetén, így a 77-78-as időszakban, azt hiszem éppen Cikón, tehát az említett Bátaszék, Bonyhád közti települések közül éppen Cikón voltunk egy ilyen említett diszkón, és hát ugye a barátok mindig eljöttek velem, mert akkoriban ugye még ott lehetett jól ismerkedni, csajozás címszó alatt eljöttek mindig, és volt egy ilyen hajnalunk, amikor már összepakoltuk a cuccot, már bezárták a műfázatot, támaszkodtunk az autóknak, vártuk, hogy Béla barátunk is előkerüljön. Ugye akkoriban nem volt még mobiltelefon, még csak a gondolata sem volt meg a fejünkben. Nem tudtuk, hogyan értesíteni, hát kiabálgattunk, hogy Béla, 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 és egyszer csak kivágódott egy kapu, a domboldalon volt egy ház, kivágódott egy kapu,
Béla lobogó olyan rohant, mint a megveszekedett ménkő, és megjelent mögötte egy bácsika a kaszával, és betyár, mert a lányomat így, meg úgy, meg amúgy, és hát akkor gyorsan kellett távoznunk a helyszínről. Ameddig csak az egészség megmarad, addig szeretném csinálni, hiszen a zene szeretetem, meg a szórakoztatás öröme az megmarad bennem. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!